Karbantartási munkálatoknak fogtak neki a Büdösfürdő felé vezető 123 D-jelzésű megyei úton szeptember 24-én. Ezzel elkezdődött a csíktérségi megyei besorolású útak karbantartása, ami az említett szakaszon patkavágást, sánc és áteres takarítást, valamint kövezést jelent. Erről a helyszínen a 10-es kilométernél tájékoztatta a sajtót Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke és Ince Csongor az intézmény alelnöke. Jelen volt Székely Ernő Csíkszentkirály polgármestere is. Ince Csongor elmondta, a munkálatokra kiírt közbeszerzést három csoportra osztották. Az elsőbe a Büdösfürdőn kívül még a 121G Kászonyújfalu Jakabfalva és a 123 Szent Simon Szent Márton Csinó tartozik, az előbbin átereszt javítanak és betonmunkát végeznek, utóbbin pedig patkavágást, sánc és áteresztakarítást, kövezést, valamint hídkorlátfestést. A második csoportba Felcsíki megyei utak tartoznak. A 123F, Csiba, Csicsó, kövezés, patkavágás, sánctakarítás, a 125-ös Csíkdánfalva, Balánbánya, patkavágás, sánc és áteresztakarítás, hídkorlátfestés, a 138A, Hargitafürdő, patkavágás, sánc és áteresztakarítás. A harmadik csoportban a következő utakon végeznek karbantartást. A 127A, Hidegség, kövezés, patkavágás, sánc és áteresztakarítás, hídkorlátfestés, a 127B, Jávárdi, patkavágás, sánc és áteresztakarítás, kövezés. A munkálatok összértéke 850.920,58 lej. A csiki karbantartás is nagy nehezen elindult, ezt már nem lehet nyárinak nevezni, mert szeptember van. Ellenben az, hogy ideig el tudtunk érni, az nagyon sok kínlódás, nagyon sok munka, nagyon sok gyűrődésnek az eredménye. Én bízom benne, hogy sok-sok kínlódást bár részben azok, akiknek itt ezen az úton az autójuk az elmúlt három évben tönkrement sokszor, részben meg fogják érteni. Azt kell tudja mindenki, hogy itt megyei tanács részéről meg volt téve minden, pereltünk, sokszor írtunk ki közbeszerzést, és amit egyszer csak lehetett, és a törvény adott eszközt megléptük, de mégis mostanra értünk el ebbe a fázisba. És ahogy ígérte a kivitelező, két héten belül a Büdösi útnak azt a részét, amire ebben az évben nem kívánunk aszfaltszőnyeget teríteni, rendbe fogják tenni. 5 centi vastag anyaggal lesz elterítve, és a sáncok ki lesznek takarítva. Úgyhogy bízom benne, az elmúlt három év az a múlté fog maradni, és nem csak itt, hanem a többi Hargita megyei útszakaszon is, Csiba, Oldfalu, Úzvölgye felé, tehát még több helyen, Delne térségében, mindenhol, ahol kövezett útunk van Csíkba, most az elkövetkező hetekben ezeknek a feljavítása nyári karbantartás szerűen meg lesz oldva. A nyári karbantartás azért késlekedett, mert a tavalyi nyertes prahovai céggel csak idén sikerült szerződést bontani, mivel nem végezte el a rábízott munkát, majd a nem megfelelő dokumentáció miatt másodszorra is meg kellett hirdetni a közbeszerzést. Mindannyian tanultak az esetből, a prahovai céget két évre eltiltották a Hargita megyei közbeszerzésektől, és ezzel számolnia kell minden versenytárgyalást nyerő cégnek, ha nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, hangsúlyozta Ince Csongor. Azt is elmondta, hogy a törvény által maximálisan megengedett mennyiségű anyaggal végzik a karbantartást, a 6 méter széles megyei utakon 300 köbméter tört követ használnak fel 1 kilométeren. Az összesen 16 kilométer hosszú Büdösfürdői úton 4,2 kilométert borít aszfaltréteg és 4,5 kilométeres aszfaltozatlan szakaszon folynak jelenleg a karbantartási munkálatok, a kivitelező szerint két hét alatt végzik el.